Szeretettel köszöntöm a távközlési klub résztvevőit. Ma egy kicsit kevesebben vagyunk, ezt muszáj mondanom, mert a HTE választmányából, illetve alelnöke itt ül közöttünk, és mindig arról van szó, hogy a szakosztályok azok működnek-e vagy sem. Hát mi jelenten működünk. Mai témánk kicsit kilóg a sorból, hisz általában alapvetően új szakmai ügyekkel szoktunk itt foglalkozni, vagy azokat tárgyaljuk meg. Ma egy kicsit a múltra fogunk tekinteni, és egy nagyon régi kollégánk fog előadást tartani ma. Ő a Pap János. Nem tudom, ki ismeri, feltehetően nagyon sokan, és feltehetően, hogy mondjam, majdnem mindenki dolgozott is vele. Nagyon röviden bemutatnám én őt, mielőtt az előadást elkezdené. Pap János durván, vagy több mint 50 éve dolgozik a vasút környékén, vagy a vasúton belül. Mikó Díjas, az MTA tüntette ki ezelőtt 3 évvel. Tulajdonképpen a vasúti pályafutása és a vasútnál töltött tevékenysége alapján. Nagyon röviden összefoglalva azért, mi történt vele itt a vasútnál. Mérnök főtanácsosként ment el nyugdíjba, addig pedig számtalan helyen dolgozott. Én a legjelentősebb tevékenységének a starthelyzetben az országos távválasztás levezénylését tartom, ami a 60-as évek vége felé, 70-es évek elején volt. Ezen túlmenően már nyugdíjasként részt vett annak a hálózatnak az építésében, ami lehetővé tette Magyarországon, hogy üzleti alapú távközlés legyen, és megtörje az akkori MATÁV monopóliumot, és megalakulhasson a Pantel. Tulajdonképpen ez a két szélső pont. A kettő között számtalan egyéb szakmai dolog is volt, történt vele, de a legfontosabb azt hiszem az, hogy folyamatosan oktatta a vasutas távközlősöket, vagy valami más típusú, más helyen dolgozó távközlősöket. Alapvetően a tisztképzőintézetben, majd a főiskolákon, Szegeden, Győrben, több mint 30 publikációja van, ezek között van főiskolai jegyzet is. Úgyhogy én erről sokkal többet nem szeretnék mondani. Még egyet muszáj elmondanom, hogy a szakosztály alapító tagja, alapításkori titkára, majd több év után ennek a klubnak a kezdeményezője, ennek a klubnak örökös elnöke. Tehát valahogy a többit majd ő elmeséli, vagy mi hozzátesszük itt a korosabb emberekből. Van még egy kötelezettségem, hogy Ágoston úrnak átadnám egy picit a szót, hisz a HTE 60 éves. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Ágoston Györgynek hívnak, és a HTE alelnökeként jöttem el. Tulajdonképpen az elnök úr kért meg arra, hogy jöjjek el, bár szívesen jöttem, mert az új vezetésben Papp professzortól az én tisztem volt átvenni a szakosztályok úgynevezett felelősi tisztjét a választmányon belül. Sajnos a HTE szakosztályai, amelyeknek a száma jelen pillanatban 31, ebben a szakosztályok, a munkahelyi csoportok és a területi csoportok egyaránt szerepelnek. Nem mindegyike működik, és az új vezetés azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megpróbálja a HTE alapegységeinek, a szakosztályoknak, a csoportoknak a működését felpesdíteni. Ebbe természetesen beletartozik az is, hogy megvizsgálja, hogy azok a szakosztályok, csoportok, amelyek nem vagy csak alig-alig működnek, miért nem működnek. Na most hát az én tisztem természetesen végigjárni ezeket a szakosztályokat, és nem csak
papírról értesülni arról, hogy valami működik-e vagy nem. Nagyon jó leső érzés látni, hogy egy ekkora termet megtölt a Vasutas Távközlési Klub. Már csak azért is, mert 14 évig volt módom a HTS stúdiótechnikai szakosztályát vezetni, és hát nekem is volt olyan élményem, hogy bizony volt, amikor nagy termeket megtöltöttünk. Sajnos volt olyan is, amikor kevesen voltunk, aztán egyre kevesebben, aztán még kevesebben, és ha valaki a HTS hírlevet olvasta, akkor tudja, hogy éppen most megszüntettük például ezt a stúdiótechnikai szakosztályt, mert valahogy az érdeklődés elpárolgott. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a Vasúti Távközlési Klub iránti érdeklődés nem párolgott el. Engedjék meg, hogy a választmány nevében a klub valamennyi tagját szeretettel üdvözöljem, külön az elnök úr üdvözletét is átadjam, és hát kívánjak jó munkát a 60 éves HTS keretein belül. Köszönöm szépen. Köszönjük. Van még egy feladatom. 15 éves a szakosztályunk. A szakosztálynak az elnökéről már említést tettem. A szakosztály alapítása óta titkára volt Szesztai Pál. Csak azt a két szót, hogy miután a házba a mai nap, illetve az idén egy szigorú rendelkezés, hogy bejött embereknek le legyen regisztrálva a neve. A mostani jelenlétívet kérnénk szépen mindenkinek aláírni. Köszönjük szépen. Én akkor át is adnám a szót, és megköszönöm egyébként, hogy megtisztelt minket a háttér. Na mielőtt még azért a Jani megkapná szót. Én a szokás szerint, aki nem lépett még be, az tessék szívesen kitölteni a belépési nyilatkozatot, nem csak részt venni itt mindig. Na. A befizetés az rátok van bízva. Köszönöm szépen, és akkor megkezdenénk az előadást. Még egy szót mondanék talán előtte. Nekem volt szerencsém már a HTS Senior Klubba, nyilván ennek az előadásnak csak egy részét. Én csak javasolni tudom meg. Meg láttátok, hogy abba hagyjuk valahol a történelmet, folytatni is fogjuk. Azt hiszem, közkívánatra, és most átadom Janinak a szót. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan megtisztelik ezt az előadást, és talán benne engemet is. Hát a vasúti távközlés Magyarországban. De nem. Itt ezzel menjek? Hát kérném szépen, direkt kiválasztottam ezt a szárnyas kereket, amely szárnyas kerék mutatja, hogy amikor megy a sinen, akkor bizony villámlik. Hát lehet, hogy akkor villámlott, de ez a villám, mondhatjuk azt is, hogy villam, mert annak idején az őseink, akik kitalálták a galván áramtól kezdődően a dolgokat, azok először villamnak mondták, nem is villámnak, nem villamos áramnak mondták, hanem csak villamnak. És ha esetleg ugye hátulról is látszik a szöveg, azt mondja, hogy a vasutat jellemző szárnyas keréknyilai már akkor, a kezdeteknél bizonyították a vasúti távirda, mert annak idején úgy hívták, hogy távirda, csak később lett belőle távközlés az 1800-as évek vége tájékán, és a nélkülözhetetlenségét. A vonatok már az első pillanattól kezdve nem mehettek távirda nélkül. Amikor az első vasútvonalat megépítették, 1837-től kezdődően, abban a pillanatban már távíró vezetéket
építettek, és távíró gépeket helyeztek el egyes állomásokon, amelyikkel, sőt nem biztos, hogy távírót, elnézést, inkább távjelző készülékeket, majd erről még pontosabban is lesz szó. És tehát ez azt jelenti, hogy a vasúttal rögtön megjelent a távközlés. A távközlés az egy olyan infrastruktúra a vasútnál, amelyik nem csak a vasúti ténykedésnek az infrastruktúrája, hanem a vasúti infrastruktúráknak is az infrastruktúrája. Tehát egy távközlést vasúttól kiirtani nem lehet. Na, kérném szépen, annyit talán, hogy a Péter szavait kiegészítsem, 1954 óta vagyok vasutas. Hogy hogyan fordultam én ahhoz, hogy én a vasúti távközléssel foglalkozzak? Hát valahogy úgy, hogy engemet mindig érdekelt a vasúti távközlés, és volt egy kollégánk, úgy hívták, hogy Ragó Mihály, aki nagy mértékben gyűjtötte az anyagot, és a vasúti távközlést megpróbálta egy kicsit rendszerezni is. Sajnálatos módon meghalt, és hát úgy mondjam, akkor én léptem a sorajba, vagy a sorába, mert hát más talán nem is foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Hát jelen pillanatban én foglalkozom tehát a vasúti távközlésnek a úgymond megírásával, és körülbelül ez a bizonyos 10 részlet az, amelyikbe én magam részéről besoroltam a vasúti távközlésnek a történelmét. Hát mondjuk egy a bevezetés, az egyetemes távközlés fejlődése. Ugye arra való tekintettel, hogy a vasútnál igaz, hogy ugye megépítették az első távirdai vonalat, tettek rá távjelzőberendezéseket, és mik voltak azok? Hát nem vasutasok fejlesztették ki, hanem a vasút alkalmazta azokat a berendezéseket, amelyeket már mások megcsináltak. Hát akkor még távközlési iparról nem volt szó, de voltak, akik azért ezt csinálgatták. Ezért én arra gondoltam, hogy az egyetemes távközlésnek a fejlődését is beleveszem ebbe az anyagba, hogy legalább, aki majd esetleg olvasni fogja alkalomattán, akkor abban az esetben láthatja, hogy kik foglalkoztak vele, majd erre azonban ki is térünk. Hát a harmadikban a távközlés első 50 éve, tehát tulajdonképpen pont az 18-19. Század fordulójáig, a második 50 év 1949. március 15-éig, és a harmadik 50 év az pedig attól kezdve 2000-ig. Mert azt tudom mondani, hogy bár a úgynevezett rendszerváltozás óta lévő távközlés az még nem történelem, az még valóság, de az azt megelőző 90-es évek előtti rész, mint szocialista vasút, az már ugye történelem. Azért én a 2000-től fölfele évekkel nem foglalkozom, mert egy az, hogy nem is biztos, hogy értek már azokhoz a berendezésekhez, amelyek vannak, úgyhogy majd azzal esetleg valaki egy negyedik, vagy a negyedik 50-es évet meg fogja írni, akkor majd megírja. A szervezeti felépítésekkel foglalkozom, mert nagyon sokféle volt, volt magasan a vasúti távközlés, meg volt ilyen alacsonyan szervezet szempontjából. Ugye volt olyan, amikor a távközlés szó körülbelül 16-17 éven keresztül nem is volt a vasútnál. Távközlősök nem voltak a vasútnál, csak mások voltak, automatikai szakemberek voltak. Utána a szakemberekkel. Én igyekszem mindazokat az embereket 1843-tól kezdődően, vagy 46-tól kezdődően, amikor az első távközlős megjelent, akire én tudom, egy Pavlovszky János nevezetű úriember,
Tehát attól kezdődően, akik valamit tettek és nagy mértékben tettek a vasútért, a vasúti távközlésnek a fejlesztéséért, azoknak a nevét én megpróbáltam kigyűjteni, és hát már bizony, azt hiszem 9 oldal van, ugye körülbelül minden oldalon 100 durván, nem, 50-60 sorban vannak a szakemberek. A következő az irodalomjegyzék, hogy én honnan vettem ezeket, a távközlő berendezések táblázatokban, és hát a végén pedig mellékletek, amelyeknek esetleg a nevei az irodalomjegyzékben megtalálhatók, az azokból is sok mindent, ha lehet, azt ide behelyeznék. Úgyhogy így foglalkozom. Az egyetemes távközlés fejlődése 1837-ig, gyorsabbra veszem, mert a több fejlődési szakaszra bontható, az ókorira, a szálas villamdejeles távirászatra, a telegráfra és a szálas messze szólói, azaz telefon korszakra. Mert az első 50 év, vagy illetőleg az első 50 évet megelőzően már ilyen a távközlésnek ez a vonulata már megjelent. Krisztus előtt 1184-ben ből van valami olyan, amelyik azt mondja, hogy már akkor volt távközlés. Hát milyen távközlés lehetett akkor? Kérem szépen, amikor a Trója elestét Kis-Ázsiából távjelző állomásokon közvetítették optikai úton. Hát milyen volt ez az optikai út? Lehet látni, hogy 800 kilométer távolságra közvetítették. Éjjel közvetítették tűzzel. Tehát attól függ, hogy kis tűz, nagy tűz, ilyen tűz, olyan tűz, így közvetítették. Hát az Agamemnon című tragédiában szó is van ilyenről, hogy megszólal egy kérdező, mondd hát, mikor vevék meg Trója városát? Válasz, az elmúlt éjszaká, mely ezt a fény fülé. Kérdés, s mi hirdető jelentheti meg így hamar? Válasz, Hephaistos az idáról küldve fénysugárt. Láng-láng után röpült, s futá a pályatért. Tehát ez bizonyítja, hogy már akkor megjelent a távközlés valamilyen formája. A következő nagyon fontos a Kürosz és a fia Daraios korszakából, akik ugye nagyon nagy uralkodók voltak, és minden irányban ők nagy hangú őröket állítottak fel, akik a híreket hanggal továbbították. Ezeket aztán úgy is hívták, hogy a királynak a fülei. Hát kérem szépen, Éneász, azt mondja, Krisztus előtt 400 körül egy távjelzőt alkalmazott, méghozzá egy olyan távjelzőt, hogy itt van egy kád, ez vízzel van tele, és a víznek a tetejére rátettek egy vízszintes deszkát, közepén ugye egy oszlopot, és itt be vannak jelölve az egyes jelek, vagy betűk, vagy egyéb valamilyen jelek. Most attól függően, hogy melyik jelet akarták beállítani, hogy onnan észre lehessen venni, most vagy beleöntöttek vizet, vagy pedig kiengedték a vizet, és akkor a másik oldalról látták, hogy milyen magasan áll a, mondjuk ennek a teteje, akkor meg tudták állapítani, hogy mostan milyen betűt, vagy milyen fogalmat közvetítenek. Kleoxenosz és Demoklaitosz 5 fáklyás távjelző jelkódjai. Ha egy kicsikét gondolkozunk későbbre, akkor ugye a távgépírónál már ugye 5-ös ABC van, hát tulajdonképpen már Krisztus előtt körülbelül 3-400 évvel ezelőtt megjelent mondjuk az, hogy az 5-ös ABC. Méghozzá ez körülbelül úgy volt, hogy fölemelték ezt a csövet, akkor azt jelentették, hogy vigyázzunk,
innen ebből az öt, most ezek itt függőlegesen vannak fényképezve, hogy valamelyik majd innen fog felemelkedni. Ha felemelkedett az első, akkor azt jelenti, hogy az első sorba lévő betűk azok, amelyek fognak következni. És itt a fáklyáknál azt mondja, hogy mondjuk a középső, akkor a C betű. Akkor a következő betűnek a továbbításánál mondjuk a negyedik oszlop fog fölemelkedni, a negyedik emelet, és akkor mondjuk itt az ötödik, az pedig a T betű. Hát további híres uralkodók, Xerxes, Nagy Sándor, ugye Éneászról volt szó, Demoklaitosz, Hannibal, kínaiak, Thales, görög bölcs és a borostyánkő, ő volt az első, aki azt vette észre, hogy valami dolog van, amikor a borostyánkő a kezébe került, és így megdörzsölte, akkor a papírusz vagy valamilyen ruha anyag fogta magát, és eltávolodott tőle. És akkor ő már gondolkozott azon, hogy mi is lehet ez. Hát ez a későbbiek során a valóságra is fog válni. Augustus császár megalakította az állampostát, a cursus publicust. Tehát ő volt az első, aki postát alapított. És itt rögtön azt kell mondanom, hogy a magyar vasúti távközlést a postától, most nem beszélve a 90 utáni Matávról, meg Tékom, meg mit tudom én micsodáról, hanem a 93-ig fungáló magyar postáról nem lehet elvonatkoztatni. Teljesen így a kard öltve ment az egész történelme. Akkor Amerikában az indiánok füstjelöltek, hát Marco Polo ugye elment Kínába, hazajött és nagy híreket adott itt Európában, hogy mik vannak Kínában. Afrikában dobbal, a svájci Kessler, ugye Tell Vilmosnak a barátja, ugye az egy hordóba, kinyitották az ajtaját, a hordónak megjelent egy fényjel, és ő fényjel adta a megfelelő információkat. A sáp fivérek francia forradalomban azok nagyon érdekes dolgot csináltak. Méghozzá azt, hogy a sáp fivérek ilyen szemaforokat létesítettek, vagy egy tornyoknak a tetejére, vagy magas házaknak a tetejére építették meg ezeket a bizonyos szemaforokat, amely aztán a vasúttal megint csak kapcsolatban van, mert a vasútnál, a biztosító berendezéseknél a szemaforok voltak az elsők, amelyek elterjedtek a vasúti forgalom biztonságának a biztosítására. Na, még annyit, hogy ennek a segítségével a konventet, tehát a francia, nagy francia forradalom konventjét értesítették ezekkel a tárcsákkal Kondéból, hogy megverték a királynak a hadait, a köztársaságnak a csapatai. Arany János is írt egy szép verset ugye az Attiláról, hogy harsog vala egy szó nyugattól keletig, etele nagy király, hogy már közeledik. Adria tengernél utolsó szem őre, kezdé a kiáltást, s adta előre. Széles birodalma országain által, nyilallék a szózat emberi hang által, minden nyíllövésre más vitész fogadta, mint felhő a dörgést tovább-tovább adta. Tudni illik egész nagy birodalmában, őrállói voltak széltébe hosszában, akik éjjel-nappal egymást rendre váltsák, mi esik künn vagy benn, egyszerre kiáltsák. Hát elnézést, hogy ilyennel is próbálom színesíteni a dolgokat. Szent László király idejében az első egyik rendelete az volt, hogy a hírtvívő hírnöknek nagyon gyorsan kellett menni, lovagolni, de ha a ló fölmondta a szolgálatot, akkor valahol találkozott egy kocsival, amelyiket lóhúzta, akkor elvehette azt a lovat, ott hagyta a kifáradt lovat, és elvihette.
Könyves Kálmán továbbfejlesztette, és posta állomásokat létesített 127 helyen Magyarország területén. Mátyás királyunk korábban is volt, és most már Mátyás király megalapította a kocsiszekeret, amelyikkel most már elvileg csomagot is lehetett küldeni, sőt, mitől fel lehetett ülni magánszemélyeknek ezekre a kocsikra. A galamb. Hát kérem szépen, a galamb is egy hírközlő eszköz, és ugye az egyik az, hogy tulajdonképpen a turul vagy a holló madár, erről is ide felírtam egy-egy kis részletet, hogy Szilágyi Erzsébet levelét megírta. És kikopog, mikopog egy fekete holló, amelyik visszahozza ugye a fiától a levelet Prágából. A postagalambra visszatérve nagyon érdekes, hogy Szigetvár elestének egyik okozója volt. Valószínűleg, hogy nagyon nehéz súlyt raktak a vár védői a galambra, és a galamb, amikor elkezdett szállni, akkor ugye lehúzta, leszállt, és a törökök megfogták, és ebben a levélben azt írták le, hogy gyertek gyorsan, vagy kérték a császárt, hogy jöjjön a császár, mert nagyon egy az, hogy kevesen is vagyunk, mert nincs muníciónk, nincs élelmünk, nem tudjuk magunkat sokáig tartani, és akkor a törökök ugye még nagyobb nyomást adtak rájuk. Hát a villamdelejes távirászat fejlődése 1508-ból egy La Porta olasz tanár tudóstól származható, amelyik azt mondta, hogy mágnesnek a segítségével lehet táviratot küldeni. És ő olyat csinált, hogy egy állandó mágnest vett, és ezt az állandó mágnest, vagy valamilyen mágnesezhető anyagot, amelyik aztán megtartotta a mágnességet, felmágnesezte valamilyen szintre. És akkor azt mondja, hogy ő kitért ugye az észak-déli ponttól, kitért balra ekkora fokot, akkor azt mondta, hogy az A betű. Ha tegyük föl jobbra, tért el, akkor azt mondta, a B betű, és így tovább. És akkor betették egy valamilyen táskaszerűségbe, vagy nem tudom én hova elkülönítve egymástól, elvitték távolra, és ott vették az első mágnest, letették, és ő mutatta már, hogy északra beállítva, hogy mekkora az elfordulásnak a szöge. Tehát csak az volt a baj, hogy lehetséges, hogy több száz ilyen mágnesre szükség volt. Az első telefon azonban Robert Hooke nevéhez fűződik, 1667-ben, akkor egy kb. Másfél kilométeres húzalt feszített ki, mind a két oldalon volt egy tölcsér, egy kis membránnal, és abba beleszóltak, és dróton másfél kilométerre elment. Igaz, hogy mindenütt elszigetelték a földtől, elment a hang, és lehetett beszélni. De ez még mindig nem árammal működő távközlés volt. Hát ugye a táviratozással aztán elkezdtek foglalkozni, ugye Galilei, Marin Mersenne, Taylor, Franklin, az amerikai elnök, ugye, aki a villámhárítót is feltalálta, akkor a lejdai palack, egy pap foglalkozott vele, a genfi Leszás, ő pedig volt az első, amikor hogy azt vette észre, hogy kiakasztott a fém kerítésre kiakasztott békáknak valahogy mozognak. És akkor ő jött arra aztán rá, hogy a vas és a réz húzal között van valamilyen potenciál különbség. Aztán ugye jött a Galvani, őről a nevezték el aztán az áramot is. A Sömering az már épített egy távjelzőt, ami hát sajnos ezek mind nem nagyon működtek. Az ampér az pedig ugye megalkotta ráadásul az árammal kapcsolatos törvényeit. Egy Pavel Vorich Schilling, az egy orosz grófot és diplomata, és annak már volt, majd nem fog megjelenni,
És akkor 1837-ben a Cook és a Wollstone csináltak egy távjelzőt, majd ugyanebben az évben Morse, ugye magyarul Morse, ugyancsak csinált egy távírót. Az most már valóban egy távíró. A távbeszélésnek a fejlődésénél ugye a Robert Hooke volt egy amerikai Page, akinek ilyen membránszenű valamilyen volt, és akkor ha ráfújtak, meg minden, akkor elkezdett hangot adni. Akkor volt ugye a Philip Rice, ez egy német volt. A németek azt mondják, hogy a Philip Rice találta fel a telefont. És ebben van valami igazság, hogy ő találta fel a telefont, de természetesen nem tudta befejezni, mert meghalt. Egészen biztosan annyira beleélte magát, hogy ő neki fel kell találni a jó telefont, amivel lehet beszédet közvetíteni, lehetséges, hogy ebbe halt bele. 1876. február 14-én az Elijah Gray Chicagóból elnézést, és Alexander Graham Bell Bostonból egymástól függetlenül beadták a szabadalmukat a telefonra. Na most itt annyi az érdekes dolog, azért el kell mondanom, hogy volt egy világkiállítás még 1877-ben, és ezen a kiállításon a Bell ült egy helyen a segítőjével, a Watsonnal, és nem a Sherlock Holmesnak a barátjával, ugye, és ott ők kommunikáltak. És senki nem figyelt föl rá, hogy lehet itten telefonálni. És a brazil császár elment erre a kiállításra, és ahogy ment a padok vagy asztalok környékén, egyszer csak azt vette észre, vagy meghallotta, hogy az asztalon valami beszél. Aki ott mellette ült, az egy szót nem szól, de ott valami beszél, és akkor megkérdezte tőle, hogy mi ez. És akkor mondta Bell, hogy kérem szépen, ez az ő telefonja, és az én kollégám az beszél. Akkor azt mondja, hogy ő is vele beszélhet. Persze. És akkor így, fedezték föl tulajdonképpen a Bellt, hogy a Bellnek van egy olyan telefonja, amelyik aztán tulajdonképpen a legjobban elterjedt az egész világon. És akkor a bizonyos Elisa Gray, ő is akkor figyelt föl rá, hogy volt egy Bell, hogy az is feltalált egy telefont. Hát 1878, első telefonközpont. Hát kérem szépen, a világon először New Havenben sajnos nem Puskás Tivadar találta fel a telefonközpontot, hanem külföldön a Charles Scribner tartják a telefonközpont feltalálójának, de a Puskás Tivadar volt az, aki mégiscsak egy javaslatot adott. Magyarországon a vasutas, az ország, most már eljutottunk ahhoz, hogy most már valóban a vasúttal próbáljunk foglalkozni. Magyarországon ugye a vasúta kérdésével a Magyarországgyűlés 1836-ban foglalkozott először. És megállapították azt, hogy jó volna, hogyha Pest-Budáról 12 irányba mennének a vasútvonalak, ugyanúgy, ahogy, mert akkor jelölték ki az országutakat is, meg a vasutakat is. 1836-ban méghozzá Széchenyi Istvánnak a sugallatára. Tehát itt mondják azt, hogy a vasutaknak építése kívánatosnak találtatott. 1837-ben Cook és Wollstone a Pavel Schilling által készített villamdelejes távjelző készülékét modernizálták. Itt lehet látni, úgy hívják ezeket, hogy tű, tehát öt tűs távjelző. Az nagyon nagy hibája ennek a távjelzőnek, hogy minden egyes tűhöz szükségeltetik egy szálvezeték. Tehát, hogyha egy másik ugyanilyen berendezéssel vagy távjelzővel kell összekötni, akkor bizony sajnos
5 szál vezetékre van szükség. Hát ez bizony eléggé drága egy mulatság, ezt meg is csinálták Angliában, de le is tettek róla, mert hát nem bírták pénzügyileg, hogy 5 szál vezetéket kiadjanak. Itt lehet látni, hogy ezekkel a bizonyos tűkkel rá lehet mutatni az egyes betűkre, vagy az egyes számjegyekre, amelyek itt találhatók a számjegyek. 1837-ben egy Morze nevezetű úriember bemutatta ugye szeptember 4-én a kezdetleges rajz asztalára vagy festő asztalán elkészített távíró berendezését. Ez már valóban távíró, mert itt olvasható jeleket lehet adni. Ki is volt ez a Morze? Hát kérem, egy tájképfestő, csatafestő volt, aki elment Európába, Párizsba, a Montmartre-ra, ugye, és hát ugye ott tanulmányozta a dolgokat, és amikor 1832-ben ment hazafele, akkor találkozott egy fizikussal, és az elmesélte, hogy a galván árammal miket lehet már csinálni, és akkor ő elhatározta, hogy ő megpróbálja ezt meg is oldani, és így csinált egy adóberendezést, amit a kézzel is kell hajtani. Ide behelyezett ebbe a részbe egy ceruzát, és itt papírt lehetett hajtani, és ahogyan ő nyomkodta, akkor vagy ha röviden nyomta meg a gombot itt, akkor abban az esetben ugye egy rövid ideig jegyzett vonalat vagy pontot a ceruza, elnézést. Ez pedig a vevő oldal. Őnála is látta azt, hogy mit ad, és itt is látja, hogy a papíron mi fog majd megjelenni. Morze 1839-ben ezeket a betűjeleket és számjeleket javasolta, hogy ezt így kell tulajdonképpen Amerikában táviratozni. Annyit talán, hogy ez egy nagyon érdekes, hogy ez egy kódolt, tehát nem mindenki számára mondó valami, csak azoknak a számára, akik tudják ezt a kódot. Hát az, hogy az A az titá, ugye? Ez 1841-ben a Wien és a győri vasútvonalra hoztak egy rendeletet, hogy hangjelzéseket kell adni a vonatoknak, vagy a vonatok részére. Hát itt lehet látni, hogy indulás egy hosszú hang, megállj, figyelem, fékez, és így tovább. Tudnék, abból jöttek rá, hogy 1838-ban Stephenson, amikor bemutatta az ő vonatját, akkor elütöttek egy angol parlamenti képviselőt, nem volt rajta síp, amivel lehetett volna ugye sípolni, a fék se volt meg, csak nagyon rossz volt, úgyhogy meg se tudott állni, hanem mindenki futott, egy Eszterházi nevezetű herceg is volt ott Magyarországról, az is kiugrott a sinek közül, úgyhogy ő neki nem történt semmi baja. Cook és Winston egy egytűs távjelző berendezést készített, volt először ugye egy 5 tűs, most már csak egy tűs. Hát itt vannak ezek a bizonyos betűk. Az az érdekessége, hogy ennek a tűnek, egy tengelyen van, és a tengely ezen a lapnak a másik oldalán szintén van egy másik tű, amelyik ugyanezzel a tűvel tud mozogni. Tehát akkor, hogyha veszik a jeleket, nem ez a tű volt a mágneses, hanem a belső része. És természetesen, hát itt vannak a betűk, a számok, és ezen kívül volt még egy kapcsoló, hogy jobbra-balra el kell kapcsolni, amiről aztán a vevőt tájékoztatni is kellett, hogy ő neki hogyan kell ezt venni. 1845-ben, ugye 39-ben alkalmazták először ezt a bizonyos távírót,
És az volt annak az érdekessége, hogy volt egy gyilkos, aki felszállt egy állomáson, és a másik állomáson, mikor leszállt, akkor rögtön már a rendőrök fogadták, mert a távírónak a segítségével lehetett előre jelenteni ezt a jegyet, hogy kérem szépen, ez is így és így néz ki, a gyilkos, fogják le. Hát kérem szépen, 1845-ben Morze már a Hudson folyón keresztül egy gyapottal, méghozzá egy olyan szigetelő anyagos gyapottal, hogy Gutta Perha, ugye, amely a keleti archipelaguson, szigettengerészen tengereken tenyésző növényből, az izonandra guttából, tubán fából nyert szigetelő anyaggal vonták be. Ez jó hosszú volt, alig bírtam kimondani, de már akkor tulajdonképpen egy tengeri kábelt fektettek le. 1845-ben. 1846. július 15-e a Váci vonal megnyitása. Ugye ekkortól számít a magyar vasút. Igaz, hogy Győrig, meg Pozsonyig már volt magyar területen vasút, de az mind az osztrákoknak volt a tulajdonában, tehát az nem magyar vasút, hanem 1846. július 15-től. De egy érdekes, hogy ez is egy hírközlő eszköz, hogy egy menetrendet, tehát nagyon érdekes, nézzük meg, akkor valakik, akik ide írták, akkor még a jelenlegi helyesírási szabályzatot, ha figyelembe vesszük, akkor bizony nem tudtak helyesen írni, mert a középpontot azt három ponttal írják, vagy P betűvel írják. És természetesen egy másik hírközlési adat, ahol azt mondja, hogy mikor indulnak a vonatok, Pestről, Palotáról, Duna, Keszire és Vácra, meg vissza. 1846-ban aztán, mert úgy látszik, hogy már kezdtek a vonatok sűrűbben is járni, és kellett valamilyen formában a szomszéd állomást értesíteni, hogy elindult a vonat, ugye ezért úgynevezett harangberendezéseket találtak föl Németországban, hát itt ilyen bizonyos áttételen keresztül itt ráüt, és akkor tovább megy, tovább forog, és hát attól függ, hogy hány ilyen fogazatot forog körbe ez a fogas kerék, annak megfelelően adott ki valamilyen hangot. Tehát itt van, azt mondja, hogy a Magyar Szent Korona területén ez év őszén helyezték üzembe Pozsony-Pécs között az elsőt, ami tulajdonképpen a Morva folyó közepétől Pozsonyig tartott, ugye Dévény, és a Dévény mellett van a folyam, a Morva folyam, tehát annak a közepén volt a történelmi magyar határ. Tehát ott építettek először egy ilyen jelet. És az első távirda állomás főnökévé ezt a bizonyos Pavlovszky Jánost nevezték ki, akinek az apja ugye a lengyel volt, a mamája magyar volt, mindegy, Soprontól nem messze ott született. A Baumgartner az egy skót órás volt, és az a skót órás egy ehhez hasonló berendezést konstruált meg, itt két fél mágnessel, és ezt hallották Ausztriában, és ez a bizonyos Baumgartner, de butaságot mondtam az előbb, Bén, az volt az órásmester, a Baumgartner az pedig egy miniszter volt a monarchia, vagy az osztrák kormányban, és az ő vezetésével egy sokkal kisebbet alkottak meg, és méghozzá két csengőcsévét raktak fel, különböző anyagból készülve, hogy amikor megy, akkor ez a bizonyos kalapács itt mozog, akkor megfelelő hangjeleket lehessen továbbítani.
Gróf Széchenyi István ugye azt szerette volna, hogyha az ő elképzelt vasúti hálózata épüljön meg, azonban ugye, mivel 48-ról van szó, ugye volt a szabadságharc, és hát nem lett belőle aztán semmi, úgy, ahogy ő óhajtotta volna. Január 29 hoztak egy rendeletet az osztrák kormány, hogy most már minden vasút mellé, ha épül távirda, külön 2 darab vezetéket kell építeni, hogy az egyiken az állambácsi tudjon táviratozni, a másikon meg a vasút. Mert eléggé sok probléma volt ezzel a dologgal. Úgyhogy 1850-től kezdődően a vasútvonalak mellé legalább kettő darab vezetéket építettek meg. Ugye Cyrus Westfield, amerikai nagykereskedő, alakított egy társaságot, hogy Angliát és Amerikát kössék össze egy távíró kábellel. És a távíró kábel el is készült, de üzembe is ment, körülbelül 30 percig, és utána plács elromlott, mert beázott. Úgyhogy rossz volt a szigetelése. Utána annyit még, hogy még 2-szer fektettek ezen kívül kábelt, de a harmadik kábel az már aztán nagyon jó volt, és sok évtizeden keresztül szolgálta Európa és Amerika között a táviratozást. 1858 a Morse féle berendezést megvette a Siemens. Már ezelőtt valamivel megvette a Siemens, és a Siemens modernizálta a Morzének a távíró berendezését. Hát először egy olyat csinált, hogy súlymotort alkalmazott, ezzel a karral kellett felhúzni a súlymotort, és az indította el ezt az óraművet, mert ezt így hívták, hogy óramű, amelyik aztán ugye tudta forgatni a felső, nem propeller, most nem jut eszembe a neve, elnézést kérek szépen, de ma, tessék, motolla, köszönöm szépen, és természetesen itt van a sokszorozó, azaz a transformátor, amivel aztán lehetett adni. Hát itt lehet látni, itt van egy ilyen billentyű, amivel lehetett adni a jeleket. Ez a berendezés pedig egy vevőberendezés, egy jelfogó, amelyiket egyébként úgy hívtak, hogy kopogó. Ez azért volt jó, mert erre a domborírógép gép volt az előbb, hogy ez azért volt jó, hogy a távirász, aki hallotta, hogy jön a távirat, fülre meg tudta már állapítani, hogy mi van a táviratnak a szövegében. Mert a domboríró, azt hiszem most egyelőre nincsen olyan, nem ceruzával vagy tintával jelölte meg a titá, vagy a tit meg a tát, és így tovább, hanem úgy neki ment a papírnak, hogy egy kis domborulatot, a másik oldalán nyilván homorulatot csinált, és akkor ott lehetett látni, hogy vagy egy pont, vagy egy vonás, és úgy lehetett olvasni, csak ennek nagyon sok hibája volt, hogy tönkretette a szemet. Étienne von Chavin, porosz távirda igazgató pedig feltalálta időközben a légvezetékek részére ezt a bizonyos, úgy mondhatnám, hogy 2 szoknyás porcelán, akkor úgy mondták, hogy elszigetelő, tehát porcelán elszigetelő, hogy minél jobb legyen a szigetelése, ha ráesik az eső, akkor véletlenül se jusson rá a vas tartóra, ami esetleg aztán ugye levezetést fog jelenteni a távirászat részére. Na most egy kis úgymond vidámságot a vasút humorából. Az egyik állomáson megkéri a plébános az állomás főnököt, hogy alkalomattán a barátoknak fejtse meg a távirda mesterséget. Mikor a barátok megérkeztek, az állomás főnök éppen a földvezetéket ereszti a kútba,
mert akkor nem a földbe ásták el a földet, hanem belengedték a vízbe, mert azt gondolták, hogy az a legjobb föld. És a földvezeték közben megérkeztek a barátok, és elkezdi magyarázni. És a földvezeték leengedésével a víz kicsi zavaros lett, és előadás közben az egyik fráter odament a kúthoz, húzott vizet, és látja, hogy zavaros a víz, hát megszólal, hát hisz így a sürgönyök vizesek meg sárosak lesznek. Ez egy olyan Pap Jancsi vicc, de hát ugye az, én Pap Jancsi vagyok, én tudok egy-két Pap Jancsi viccet, hát most elmondtam egyet, még lesz egy-kettő. Na 1861-ben olyan harangjelzéseket, mert a Magyar Vasút is ugye bevezette a harangokat, vagy kezdte építeni a harangokat, hát harangjelzéseket állapítottak meg 1, 2, 3, 4, és így tovább 52. Hát szerencsétlen vasutasoknak, meg mozdonyvezetőknek főkölött kötni biztos a gatyóreszt, hogy ezt mind megtanulják, hogyha ilyen vagy olyan sípszót vagy harangszót hallanak, akkor mit kell tenni. De a lényeg az, hogy 1962-ig harang szólt Magyarország vasútjain. Vonat indul a pálya végpontja felé, két harangütés háromszor. Tehát ha Budapestről Nagykanizsa fele ment, akkor háromszor kettő. Ha Nagykanizsáról visszafele, tehát a pálya kezdőpontja felé, akkor három harangütés háromszor. És így tovább, hát itt aztán nagyon sok veszélyjelző harangjelzés is volt. Hát hogyan működött a harangmű? Hát itt is első lépésben súlymotort használtak, itt van a súlymotor, ezzel kellett felengedni, és akkor utána, hát nem látható módon, itt nem látható módon kellett beállítani, hogy éppen abból a sok 52 féle harangbező jelentésből melyiket kell kiadni. 1861-ben azonban most már megjelent a galván áramú, egy modernizált változata, hogy most már nem súlymotorral, hanem rugós megoldással tudták adni a jelzéseket. Na hát itt van egy domborírő, hát egy rajzos megoldásával, tehát sajnos ez a domborírő, hát ugye rontotta a szemet, és az első domborírónál láttuk, hogy súlymotorral, ez pedig rugós motorral működik, vagy működött. 1861-ben eljutottunk a Philip Rice-höz, ő csinált ilyen műfüleket, és ezeknek a műfüleknek a segítségével próbált beszédet továbbítani. Ugye itt egy membránt alkalmazott, a másik helyen is membrán volt, és ahogy beszélt, akkor a másik oldalon, hát ugye kellett volna hallgatni, vagy hallani. Sajnos nem tudott rendes beszédet továbbítani. 1863-ban azonban úgymond véglegesítette az ő berendezését, de továbbra sem volt jó az ő berendezése. Nem sokkal később meghalt. No, 1865-ben már a rugót is házba foglalták bele, hogy ne piszkolódjon, ne kelljen olyan nagyon sokszor, hát sokat fenntartani. Tehát galván áramú harangjelzés 67-ben, itt van egy ilyen berendezés, mágnesség, és így tovább, itt adják ki a jeleket. Min fogadták, a harangokat építettek föl az őrházaknak a tetejére, és itt volt egy berendezés, amelyik vette a galván áramnak a jelét, és az működtette a kalapácsot. Ráütött, úgyhogy ezek általában 3-400 méter távolságban is elhangozhattak, mert lehetséges, hogy a vasúti őr az ott volt, mert ő neki kellett a jobbra is, balra is, 3-500 méter távolságban nézni a sineket,
hogy a sínt leszorító csavarok nem jöttek-e ki, vagy meg kell húzni, de hogyha jön a vonat, akkor ő tudja, mert meg kell hallani. Vagy pedig éppen a szántóföldön volt, és ott tömte a libákat. No, 1867-ben tovább modernizálták a harangjelző berendezéseket, és itt ilyen tárcsák vannak belül, ezt nem lehet látni, de ide mindenhova fel volt jelölve, hogy milyen, mennyi jelet, és azt milyen sorozatba kell kiadni. A jelző bódéknál, mert voltak olyanok, ahol nem volt jelző őrház, hanem csak jelző hely volt, mondjuk egy vasúti kiágazás, és akkor ott nem volt őrhely, akkor abban az esetben ilyen berendezést alkalmaztak, esetleg kettő darab kalapáccsal. Hát kérem szépen, mivel általában éjszaka nem nagyon szoktam menni a vonatok, és de ha véletlenül netán mentek, tehát vonatmentes idő volt, mit csinálta a forgalmi szolgálattevő, lefeküdt aludni. De ahhoz, hogy ő felébredjen, kiadtak egy jelet, és akkor az első jel az a csengőt működtette, úgyhogy ha akarta, nemem, egy pillanat, igen, ha akarta, hanem, fel kellett neki kelni, egy kis türelem rögtön. Sőt, mi több, ő bezárta a forgalmi iroda ajtaját, és úgy, hogy ne tudjanak bejönni, amíg ő alszik. Ki tudja, hogy mit csinálnának. És ezért a harang, az harangnak a jelzése, fogta magát és kinyitotta az ajtónak a zárját. Most már akkor ki lehetett jönni, mert a szolgálattevő úgyis felébred. Kis türelem még. Ez egy úgynevezett tájoló. A galván áram, ugye az egyenáram folyik a vezetéken, és be volt kötve ez a bizonyos tájoló, és itt lehetett leolvasni, hogy mekkora értéke van ennek az áramnak, a galván áramnak. Ha nagy, akkor nagyon tért ki, ha pedig nagyon ment lefele, akkor problémák lehettek már eleve az adása, tehát őnekik már kellett szólni esetleg a fenntartóknak, hogy gyertek és intézzétek el. Hát akkor majd itt folytatnánk ennél a zongoránál. Kedves vendégek, kedves kollégák, az előadás második részét szeretnénk megnyitni. A megnyitáshoz még annyit szeretnék hozzátenni a felvétel miatt. A megnyitáshoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy a János itt azt mondta, hogy a újabb technikákkal kapcsolatos dolgokba nem eléggé tájékozott, hát én ezt szeretném megcáfolni. Ugyanis mi együtt, én, aki már a modern technikát is tanultam átvitel technikába, én úgy emlékszem, hogy egymás mellett ültünk a mérnök továbbképzőn az SDH technikákkal kapcsolatban, és ez azt jelenti, hogy nem csak a régi technikával van tisztában, hanem az újjal is. Át is adnám a szót neki. Köszönöm, hogy nem kell. Hát kérném szépen, akkor folytatnánk tovább. 1867-ben egy angol fizikus bácsi, Hughes, egy zongorához hasonló távíró berendezést alkotott meg. Itt vannak ezek a egész hangok, meg a félhangnak a megfelelő billentyűi, ezek számokat és betűket jelentenek, és természetesen itt lehet látni, hogy hol csavarják fel, vagy hol csavarják le a szalagot, és a szalagra valóban most már betűt nyomnak. Tehát ezt úgy hívják, hogy betűnyomó. Tehát ezeket a fajta gépeket betűnyomónak. Azt mondja, a nagy tekintetű minisztérium engedélyezte, hogy 70-től kezdve női munkaerő is dolgozhat a Magyar Vasútnál. Addig nem lehetett nőknek dolgozni, csak ettől kezdődően, de azok is, a hölgyek, csak vasutasok feleségei lehettek, vagy vasutasoknak a lányai lehettek.
1871. Ez egy nagy lépés a távközlés oktatásának a területén, hiszen egy úgynevezett Takács Antal nevezetű vasutas bácsi azt mondta, Mávos volt akkor már, ugye már akkor már a MÁV megalakult, hogy jó volna, hogyha a távirdát oktatnák azoknak a részére, akik valamilyen formában foglalkoznak a táviratok adásával, a távírógépek javításával, és így tovább. És ez a Takács Antal tulajdonképpen még ezen kívül azt szorgalmazta, hogy a magyar államvasutaknál magyarul beszéljenek. Mert 1871-ig nem lehetett magyarul beszélni, magyarul lehetett beszélni, de a hivatalos nyelv csak a német volt. Hát kérem szépen, a távirda oktatás úgy kezdődött meg, hogy általános vasúti szolgálatnak a dolgai. Forgalom és kereskedelem. Közlekedési szolgálat. Távirda szolgálat, a római négyes. A. Vasúti távirászat feladatai. B. Kapcsolástan. Távirdai gépek megmagyarázása, kezelése és így tovább. A távirás maga, hogy hogyan kell a sürgönyöket adni, venni, előjegyezni, feladni, átadni, és így tovább. Távirdai tarifa, ezek elszámolása. És az első tanfolyamra 76-an jelentkeztek, de csak 22-en végeztek. Ennek a Takács Antalnak a követelésére és eljárásaira a központi vasúti és közlekedési közlöny, amelyik idáig csak németül jelent meg, 1872-től magyar nyelven jelent meg. Azóta magyar nyelven jelenik meg. 1873-ban azt mondták, most már nincs tovább, a domborírókat át kell szerelni kékíróvá, tehát valóban tintával lehessen írni, mert a vasutasok panaszkodtak, hogy nem tudnak rendesen írni, és volt egy olyan cég, hogy Kaudelka cég, ezek megcsinálták a változást magát, és annak alapján elkezdték a távíró berendezéseket, a távirda gépeket át javítani kékíróvá. 1874, ha most itt ránézünk erre az ábrára, mit tapasztalunk? Hogy 1874-ben már tulajdonképpen feltalálták a PCM berendezést. A mintavételezést felfedezték, itt forog a tárcsa, itt pedig itt vannak a billentyűk, és a távírógépek ugye erre rá vannak kapcsolva, ebbe az áramkörbe, 5 darab távírda gép, és mindig egy bizonyos időpillanatra oda mentek, közben ez forgott körbe-körbe, hogy az egyes az egyes helyen, az közben ugye ennek itt le kellett az egyes pontot kellett letapogatni, a második helyen a tárcsának ez a része, és így tovább, és így tovább. Tehát már akkor feltalálták a mintavételezésnek az elvét. Én nem írtam ide, de maga a távirdának, a távírógépnek az ötös ABC-jét, a kódolását egy Arlington nevezetű francia úriember találta fel, és azóta van az, hogy a távírógépek már a távírógépek azok, vagy a távgépírók az ötös ABC szerint dolgoznak. 75. Nagyon érdekes. 68-ban azt mondja, volt 190 állami távírda, vasúti 214. Több volt a vasúti távíró, mint az állami távíró. És az állami távíró nem csak állami táviratokat adtak le, hanem magántáviratokat is. 70-ben 246, 241. Itt megugrottak egy kicsikét a postások, pardon, a távírda hivatal, de 74-ben 358 állami és 498 vasúti. Tehát milyen érdekes, hogy a kiegyezés után milyen hatalmas iramba fejlődött a magyar vasútnak a távközlése.
Ugye persze nem lehet összehasonlítani a mostanival, de akkor szerintem mérföldköves ugrások voltak. Itt történt aztán 76-ban sajnálatos módon egy olyan megegyezés a posta és a magyar államvasutak között, hogy a posta építheti csak a légvezetéket, de nem csak, hogy építheti a vasút költségére, hanem az átmegy a posta tulajdonába, és a posta fogja fönntartani. Hát kérem szépen, 1950-es évek végén, akkor én már ugye vasutas voltam, 60-as évek elején, egy Szalontai Lajos nevezetű kollega, akit én igen nagyra becsültem, annak a javaslatára a Magyar Postától átvett a MÁV körülbelül 1000 nyomvonal kilométernyi légvezetéket, és az volt az érdekes benne, mivel a postásoknak a tulajdonában volt, a posta tartotta fönn, azaz nem tartotta fönn, hogyha elszakadt, akkor nem a postások mentek ki megjavítani, hanem a vasutasok mentek ki megjavítani, és fizette a költségeket a vasút a postának. És ekkortól kezdődően, 62-ben volt azt hiszem a lezáró jegyzőkönyv, és bebizonyította a vasút, hogy mi felújítottuk a légvezetékeket, pénzbe került, és olcsóbbba került, mint ahogy a postának a bérleti díjat fizettük, amelyikén nem csináltak semmit. 76. február 14-e, hát ugye itt van az Elisha Gray, Alexander Graham Bell. Ők találták fel a telefont tulajdonképpen. Általában a Gray-nek a megoldása, mikrofon megoldása, az van a jelenlegi telefonok kézi beszélőben, mint mikrofon, persze nem hasonlít már rá, de az elv az majdnem az volt. A Bellnek a telefonja, az pedig a hallgató. Ugyanakkor ez természetesen abban az időben egy és ugyanaz volt, tehát a hallgató az egyben mikrofon is volt, mert ugye erre a membránra rábeszéltek, és akkor abban az esetben erre a vezetéken keresztül el lehetett menni a másik helyre. Na kérem szépen, azt mondja, hogy január Boston és az Edison munkatársa, a Charles Scribner, Edisonnak ott volt egy Menlo Parki laboratóriuma, ahova a Puskás Tivadar is elment, és ő javasolta, hogy jó volna, hogyha a telefonokat összehoznák egyetlen egy valamibe, és akkor azokat a telefonvonalakat vagy állomásokat össze is lehetne kapcsolni. És ezt meg is fogadták, és ez a Charles Scribner már is nekiállt és csinált egy körülbelül 50 vonalas központot egy bank részére, a következő évben már 6 telefonközpontot, akkor még nem telefonközpontnak mondták azért, hanem telefonváltónak, mert váltogatták a vonalakat ide-oda-amoda. Hát a Puskásnak az elve ez körülbelül ez volt, ugye, hogy függőleges, mondjuk itten függőleges és viszintes lemezeket egymás fölé helyezett, kifúrták, és megfelelő dugók segítségével össze lehetett kötni mondjuk ezt a középsőt, mondjuk ezzel a középső viszintessel, és akkor a kettő itt ezen a végén lévő, és ezen a végén lévő előfizető fog tudni telefonálni. Na kérem szépen, azt mondja, hogy a Puskás Tivadar ugye ott volt Edisonnál, és az nem csak ő volt ott, hanem a Puskásnak egy másik testvérének, a felesége részére egy levelező lapot töltött ki. Itt van ugye angolul, és itt alul, hogy Puskás Tivadar volt az első ember a világon, aki a telefonhoz központot javasolt. Sajnál odahaza azt jó le is szúrtak, amikor ezt megmutattam a nejemnek, hogy merem én elmondani,
hagyjam meg mindenkiben azt, hogy a Puskás Tivadar volt a telefon központnak a föltalálója. Na kérem szépen, 1877 villamfolyam haladás idejét vizsgálták London és New York között a távíró kábelen, amelyiket ugye attól kezdődően mondtam, hogy a harmadik lefektetett kábel lett az, amelyik már alkalmas volt a táviratozásra. Nyilvánvalóan, mivel majdnem 5000 kilométeres a távolság, ezt egyetlen egy átlövéssel nem lehet megcsinálni, mert hát lecsillapodtak volna a jelek, hanem közbenső helyeken valahol ilyen átemelő berendezéseket alkalmaztak. És azt mondja, hogy az első jel 0,4 másodperc alatt átért Londonból New Yorkba. És azt mondja, hogy a többiek azonban már gyorsabban következnek egymás után. Hát 1877 nagy sikert alatott a messze szóló. Ugye a magyaroknál nem azt mondták, hogy telefon, mert a telefonnak tulajdonképpen a Rice, a Philip Rice német nevezte el, és január 21-én egy nő elénekelte a Die letzte Rose dalt, és telefonon keresztül ezt lehetett is hallani eléggé messzire. És részt vett egy angol is rajta, és azt mondta, hogy ez érdekes dolog, mintha 100 méter távolságban énekelne a nő, és azt hallaná csak úgy a levegőn keresztül. Hát egy tengeri kábel, az körülbelül így néz ki. Hát ugye 2, 4, 6, 7 darab ér van benne, ebben ugye, körülötte valamilyen acélsodronyok, hogy a húzás, és így tovább, tehát a terhet cipelni tudja, és itt kívül pedig ezen a részen valamilyen elszigetelő anyag, hogy nehogy véletlenül a víz bemenjen a kábelbe. Hát itt a köpenyen belülre, magába a kábel lélekbe. Tehát itt lehet látni, így. Hát ugye itt remélem mindenki el tudja olvasni. Itt volt az, hogy a vasúti távirdavezetékeket el kell különíteni az államtól, összekötni nem szabad a két távíró vezetéket, de ha netán véletlenül a vasúti távirdai vezeték vagy áramkör elszakad, akkor az állami távirdán is lehet továbbítani a vasúti táviratot, sürgönyt, vagy pedig fordítva. Tehát megjelent az első messzeszóló magyar állapadon a vasutaknál, méghozzá a Monarchia déli vasútjánál, ugye az Bécstől ment Fiuméig. A magyar vezetők részt vettek, és azt mondták, hogy jaj, de jó, hát ez igen, ez nagyon érdekes, reméljük, hogy tudnánk esetleg hát ezt használni, de nagy baj van, mert ezt a távírókat akkor se lehet megszüntetni, és a telefonnal az a nagy probléma, vagy a messzeszólóval az a nagy probléma, hogy a szó elhangzik, és elszáll. De a távíró jelei egy papíron megmaradnak, arra vissza lehet emlékezni, elő lehet keresni, a telefonnál mondhat mindenki, amit akar, azt nem biztos, hogy be is fogja tartani. Megjelent a Siemens Halske cégnek a kékírója. Tehát 73-tól 6 év telt el, amikor már a Siemens egy újfajta távíró berendezéssel rukkolt ki, ami már nem átalakított volt, a régi domboríró átalakítása, hanem ez egy teljesen újfajta távirdai gép. Hát ez egy érdekes dolog, egységesítették a vasúti pontos időt. Hát kérem szépen, egész Európában nem csak a vasúti pontos idő nem volt egyforma, hanem a rendes, az országokban lévő pontos idő se volt egyforma. A Greenwich-höz kellett volna számítani mindenkinek, de a svédek azok 19 percet később jelezték mindig a pontos órát. Ha jól emlékszem, a svájciak azok előbb valami 4 perccel, tehát és így tovább, ezt pontosítani kellett,
és a vasútnál is pontosították a dátumokat, és hát megint a vasút humorából egy papjancsi vicc, ugye, milyen is a vasúti pontos idő? Két pályaőr a vonalbejáráskor találkozik. Hogyan jár a pálya órásodtól visszakapott órád? Kérem szépen, itt egy pillanatra megállnánk, már akkor ugye volt pontos időszolgálat, és pálya órások javították, adták ki az őröknek az órákat, és ők jártak ki, ugye esetleg, ha késett vagy sietett az óra, akkor ők voltak azok, akik beállíthatták az órákat. Hát egy ilyen van, hogy ugye elrontották valami órát, azt megjavították, hát hogy működik? Kitűnően. Az órát már 50 perc alatt, egy órát már 50 perc alatt ugye megjár, és a tied az is jó, csak ki kell ismerni. Ha fél hatot mutat és nyolcat üt, akkor 3:45 lesz 5 perc múlva. Na. 1880-ban megjelent egy úgynevezett Berliner féle mikrofon, ami aztán teljes mértékben el is terjedt a magyar államvasutaknál, meg nem csak a magyar államvasutaknál. Ez nem azt jelenti, hogy egy berlini cég készítette, hanem így hívták a hannoveri mérnök urat, hogy Berliner. És ő készítette. Egyébként ez a Berliner még egy nagyon érdekes berendezést megalkotott, a gramofont. Hát 81-ben veszik alkalmazásba az első telefont, általában fából készült és falra szerelték. Hát maga az áramköri része így itt látható. Na megint egy ilyen papjancsi vicc, azt mondja, telefont kapott kamerál Moravice állomás. A fűtőház főnök a forgalmi irodába falra szerelt telefonon adta a hivatalos rendelkezéseit. Jöttek a munkások, megálltak az ablak előtt, és elbámultak, suttogva adták elő egymás között a szomorú hírt. Gyerekek, hát az öreg megborondult, a falnak beszél. 81-ben is, most már megjelentek a vasútnál az új készülékek, méghozzá egy író pulttal. Ezzel lehetett írni. Itt lehet látni például a Berliner féle mikrofont. Itt van valahol az induktor, amivel lehet hívni, mert akkorra már az induktort is megcsinálta a Siemens. Hát kérem szépen, első telefonváltó Budapesten, sajnos ezt nem tudtam előhívni, ezt nem tudom miért, szkennerezés folyamán olyan szkenner képe volt, vagy valahogy ezt a JPG-ben elkészített, nem volt hajlandó előhívni az én gépem. Ez az, hogy ez amit sajnos nem tudtam bemutatni, ez volt az első a Fürdő utcában, azaz a Paulai Ede utcának hívják most. Ez volt az első telefonközpont Pesten, pardon, Budapesten. Jelen pillanatban fönt a várban, a posta múzeumban megtalálható és megláthatóHát a nyeles hallgatónak látható a alkatrészrendszere. Itt egy nagyon érdekes, megjelent 83-ban már a kézibeszélő, az első olyan kézibeszélő, amelyik, itt lehet látni egy kapcsolót. Mire szolgált a kapcsoló? Hogyha beszélni akartam, akkor benyomtam a kapcsolót, és akkor az én mikrofonom kapcsolódott föl, akkor tudtam beszélni. Ha elengedtem, akkor a szomszédnak a hangját hallottam. De ha én ugye ezt behúztam, akkor hiába beszélt a szomszéd, azt én nem értettem, mert az én mikrofonomat kapcsoltam be hozzá. 84. Ebben az évben 1335-ből 745 volt a vasúté. Ebből 283 már az új fajta kékíró, és 20 darab volt a Hughes-féle távírógép. Tehát az a bizonyos zongora. 1885 a Duna-Száva-Adria vonalán meg
építették az első állomás közi összeköttetést. Tehát ettől kezdődően a két forgalmi szolgálattevő meg tudott állapodni abba, hogy indíthatom-e a vonatot, vagy nem indíthatom a vonatot, vagy félre kell állni. 86-ban Rima Murán Salgótarjáni Vasmű a MÁV Távirda intézőség képviselőinek a javaslatára és a MÁV-val kötöttek egy szerződést, hogy most már lehet 3 mm átmérőjű vasból készült légvezetéket szállítani, aminek ugye 24 ohm a fajlagos, az ellenállása, nem fajlagos ellenállása, és 55 kg csak a súlya. Tehát azt jelenti, hogy ezt az 55 kilót ketten gyorsan el is tudták vinni. Baross Gábor államtitkár létrehozott egy bizottságot az elektrotechnikának a fejlődésére, és a vasútnak és a postának a fejlesztésére. Annyit talán még a Baross Gáborról, hogy ugye nem csak a vasutat modernizálta meg, és szabad elvűséggel ellenére a magyar államvasutat növelte. Tehát a vasútvonalak hosszát növelte, államosította a mellékvonalakat is, államosította a fővonalakat, most pedig éppen a fordítottját csinálják, ugye a szabad elvűek, mert most eladnak mindent, vagy megszüntetnek, és így tovább. De a Baross Gábornak még az is egy nagy valami volt, hogy megalkotta az úgynevezett magánbiztosító társaságokat, a vasutasok részére biztosította, hogy legyen vasúti biztosító, a postások részére postás biztosító, aztán volt a MABI, ami ilyen, tehát nem tudom, állami tisztviselők, meg nem tudom, hogyan hívják őket, azok jelentkezhettek oda. 1887-ben ő felsége első Ferenc József a vasminiszternek a javaslatára engedélyezte, hogy Bécs és Budapest között 3 darab távbeszélő összeköttetést létesítsenek. Egy olyan rajzot, most nem tudok visszamenni, olyan rajzot mutatott, amelyik azt mondja, hogy... Ja, ott vissza tudod hozni? Nem, ez az, jó, köszönöm. Hogy távíró vezetéken lehessen telefonálni. Tehát már összehozták 1887-ben, hogy távíró vezetéken telefonkészüléket is lehessen működtetni. Hát egy újabb fajta faházas fali telefon jelent meg a MÁV-nál. Tehát itt pedig a első Ferenc József császár, apostoli király aláírta, hogy lehessen építeni 3 darabot. 1889, Kansas City-ben Elmon Brown Stroger feltalálta a távbeszélő központot. Automata távbeszélő központot, ugye temetkezési vállalkozó volt, hiába mondta a kisasszonynak, hogy én hozzám kapcsoljátok, hogyha valaki temetkeztetni akar valakit, vagy temetetni akar valakit. A másik lefizette, oda kapcsolta. És aztán ezért gondolkozott rajta, és megalkotta. 1890 Budapest-Bécs között a vasútvonal mellé a világon elsőként 3 távbeszélő központot építettek egymás mellé. És akkor itt mutatnám, hogy ekkor alakult ki, hogy a Bécs-Pozsony Érsekújvár Vác vonalon külön távbeszélő oszlopsort alakítottak ki, méghozzá párhuzamos számú oszloppal, illetőleg bakoszlopot a távírók részére. Tehát a világon először választották szét a távbeszélőt a távírótól.
de a távíró sajnos, ugye mivel egyvezetékes volt, földvisszatérős, mindig belekotyogott a távbeszélőbe. Aztán később a távírót is megpróbálták párhuzamosítani. Igen, ám, de volt egy nagy probléma. Az volt a probléma, hogy a három áramkört, ha egymás mellé építik, akkor abban az esetben áthallások jönnek létre. És hogy ne legyen áthallás, ezért az egyes áramköröket nagyon érdekes módon megfelezték, mindig megfelezték, és így semmiféle indukció nem jött létre, és nem volt áthallás. Hát kérem szépen, egy biztosító berendezéssel is kapcsolatos 1890-es hír, hogy augusztus 20-án új hang- és láttani jelzést vezettek be a sorompóknál, tehát a jelzőharang megszólalásakor a sorompó előtt kötelező megállni. Vonatközlekedés esetén tilos az átjárás, vigyázz, ha jön a vonat. Tehát ekkor volt az első olyan, amikor a sorompót hanggal megpróbálták védeni. 1890-ben még ez a François Édouard Branly feltalálta az úgynevezett üvegcsöves kohérert, ennek a leideni palacnak a továbbfejlesztett változatát, ami tulajdonképpen nem más, mint egy elektroncső. Ez volt az első elektroncső a világon. Méghozzá olyan formában, hogy ide picike kis fémlemezeket rakott oda. Ez a rész itt szívta ki a levegőt ebből az üvegcsőből, és itt be lehetett vezetni, és lehetett potenciál különbséget létrehozni. Hogyha nem volt potenciál különbség, akkor abban az esetben ezek a kis lemezkék úgy voltak, hogy azt lehet mondani, hogy nagyon nagy ellenállást képviseltek. Ha azonban valamilyen nagy feszültséget tettek rá, akkor abban az esetben ezek összeértek teljesen, tehát ilyen esetben vezetővé vált. Most, hogyha itt, ha ez vezetővé vált, akkor itt még nincsen az áramkör fölrajzolva, akkor rá lehetett kapcsolni egy jelfogót, és hogyha itt rövidzár történt, akkor a jelfogó meg tudott húzni. Hát ide milyen jelek jöhettek? Hát akkor már kezdtek foglalkozni a szikrával. Tehát, és a herc, a német herc ugye rájött arra, hogy amikor a szikrázt, az ott egy, mit tudom én, két pólus között valami, akkor a szikra esetében nagy frekvenciák jönnek létre. Ez azt jelentette aztán, hogy ezt majd biztosan, hát ha valamilyen rádió részére lehet is majd alkalmazni. Ez a Branly, egyébként úgy nevezte el, hogyha jól tudom, hogy rádió konduktőr. De volt egy másik angol, egy Lodge nevezetű úriember, aki azt mondta, hogy ne legyen ez a neve, hanem legyen kohérer. Így lett aztán belőle kohérer. Hát így néz ki, kérem szépen, egy távirda hivatal. Így nézett ki a MÁV vezérigazgatóságon is a távirda hivatal, így nézett ki a budapesti igazgatóságon a távirda hivatal, hogy bizony ott voltak a távirásznénik, és adták, vették a jelentéseket. 94, 2000-ig megyünk, mindjárt vége van. Az ország távirda vezetéknek nyomvonala 24 ezer kilométer, de maga a vezeték hossz az már 100 ezer. Ezen felül van 2006 távirda hivatal, ebből 1276 a vasúti. Még mindig több a vasúti. És akkor itt még elmondanám azt, hogy a vasúti távirda vonalakon 1990-ben 6,5 millió táviratot adtak föl. 1896 az első szikra rádiós kísérletek, Marconi Popov. A magyar postások is elmentek és kezdtek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tudom, hogy ez a MÁV-nál még egyelőre nagyon távoli dolog, de így volt. 1896
újabb fajta távbeszélő készülék falnak állítva, Berliner-féle mikrofonnal. Itt pedig lehet látni, ekkor bevezették most már az úgynevezett indított áramú harangberendezést. Eddig galván árammal működött, tehát egyenárammal működött minden egyes harangberendezés, de 1896-tól kezdődően itt lehet látni induktort. Tehát ekkortól kezdve kezdték átépíteni az induktorosra a harangberendezéseket, és beleépítették magát a telefont vagy a távbeszélőt is. Az előző egy állomási berendezést mutatott, hát ez pedig egy őrházi berendezést mutat. Még itt annyit erre a kétvonalas jelzés adó távbeszélőre, hogy voltak olyan vonalak, ahol nem volt harangberendezés, de jeleket mégis kellett adni, akkor pedig telefon segítségével adták, induktornak a segítségével adták a jeleket. Ugye mivel lehetett hallani már akkor, hogy a táviratokat, hát hogyha lehet véletlenül, ugye nem vezeték nélkül is adni, azt mondja, egy vasutas fia megkérdezi az apját, apám, mi az a sok drót a vasút mentén? Fiacskám, a táviró vezeték. Miért nincs a túlsoldalon is? Hát mert ott a drót nélküli táviró megy. Ugye? Marconi azt az előző úgynevezett kohérert fel is használta. Ez egy vevő berendezést mutat, itt van az antenna, itt van egy transformátor, és az antennán érkező nagy frekvenciákat, azokat áttransformálja ebbe a körbe. Itt most megint nincsen sok minden felrajzolva, de ebben a körben, ugye a kondenzátornak a segítségével nagy feszültségkülönbség lép fel, tehát azt jelenti, hogy a kohérerben lévő lemezkék összezárnak, kicsi lesz az ellenállása, és áthatják egy elfogó részére a jelet. 1890-ben Braun, egy strasburgi tanár, fizikatanár is foglalkozott a szikratávírókkal, ő pedig egy ilyen adóberendezést készített, itt, ahol beadják a jeleket, transformátoron keresztül lehet a nagy frekvenciákat kijuttatni az éterbe. 1990 egy újabb fajta távbeszélő készülék jelenik meg, ugyancsak falra, és itt a vége fusselvéle, úgyhogy most már akkor ezek szerint folytatás következhet. Esetleg még annyit, hogyha lehetséges, akkor valamikor ez a folytatás szeptembernél előbb ne nagyon legyen, csak azért, hogy fel tudja készülni a következő 50 évre. Köszönöm szépen! Megköszönjük Jánosnak ezt a nagyon értékes, és az idősebb kollégáknak is, és az új kollégáknak, illetve a vendégeinknek érdekfeszítő előadását. Reméljük, hogy jó egészségben sikerül a folytatás is majd egy következő alkalommal bemutatni. A hallgatóságnak annyit, hogy a további alkalmakkal is lesz távközlési klub, már megvannak az előadók, és reméljük, hogy ez a értékes találkozó, amely a kollégáknak úgy a vidéken, mint a más társaságok, mert ugye az előadóink is sokszor szoktak jönni, körében továbbra is élni fog. Ezzel a nagy, jó minőségű előadásokkal, és mindenkinek kívánunk ehhez jó egészséget. Viszont hallásra, viszont látásra, jó utat mindenkinek. Hát nem tudom, van-e valakinek kérdése, elnézést. Aki természetesen elmegy, menjen, de ha valakinek van valami kérdése, akkor megpróbálok rá válaszolni, hát ha tudok rá válaszolni. De lehet, hogy nem. De
Van valakinek valamilyen kérdése? Hát ha én ott ülnék, én biztos kérdeznék.